Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek a mai Teremtő Erő aktiváló videómban. Mai téma a csalás, a becsapás, bántalmazás és hasonló olyan energia, ami jelen van a térben, és generációkon keresztül hordozzuk, és fogalmunk sincs, hogy miért találkozunk olyan emberekkel, akik ezeket biztosítják számunkra, azt, hogy ilyen érzéseket éljünk meg. És hogyan lehet ezekből kijönni, vagy hogy lehet egyáltalán magas tudatosságra kerülni ahhoz, hogy valamit másképp nézzünk és megértsünk az életünkben. Nekem mostanában több olyan helyzetem volt, amikor becsapva éreztem magam. Ez különböző furmányos módokon történt körülöttem. Végig láttam a történteket, tehát konkrétan végig asszisztáltam hozzá. De a magas tudatosság az ránevelt engem arra, hogy ne forduljak ki a helyzetekből, hanem maradjak benne, és bármi történik is, figyeljem meg, hogy mi itt a tanulság, és mi az, ami történik, és miért kaptam én ezt valójában. És amikor feloldódik bennem ez az információ, akkor tovább tudok lépni, és olyan szinten tovább tudok lépni, hogy többet nem fog visszatérni az életemben. Akkor, hogyha az összes forrást kitakarítottam már, ami ehhez a például a csalás energiához tartozik. Ugye azt tudnunk kell, hogy a magas tudatossághoz, egyáltalán a tudatossághoz az is hozzá tartozik, hogy nem csak ezt az életet, nem csak azok a személyek vagyunk, akik most itt létezünk, dolgozni járunk, család van, és hasonló autónk van, lakásunk van, házunk van, tehát hogy nem ebből áll a tudatosság, a tudatosság ennél sokkal több, hogy egy sokkal tágabb értelemben tudom figyelni önmagam, és folyamatosan azt keresem, hogy ki vagyok én, mert aki azt keresi, hogy ő kicsoda valójában, az folyamatában meg fog tudni újulni, és nem ragad le sem lelkileg, sem testileg egy-egy helyzetben, egy-egy szituációban, hanem mindent, ami az életében megjelenik, olyan tapasztalásként fog föl, amivel ő előbbre jut. Nos, én ezeket az eseményeket is, mivel viszonylag, hát gyorsan jöttek egymás után, elég feltűnő volt, hogy ezzel bőven van nekem dolgom, és hogy most tudnék rajta sokat változtatni, és sokat formálni az egész energiarendszeremen belül, és ugye ez hozzátartozik, hogy a családi rendszerem belül is. Ez egy női ágon lévő minta, hogy valamikor valamelyik ősömnél bekerült egy megcsalás, egy bántalmazás energia, és ez mindaddig jelen lesz, amíg valaki szemben nem fordul a helyzettel, és azt nem mondja, hogy nem elmenekülök a helyzetekből, nem megítélem a másikat, hanem átélem a mögötte lévő nehéz érzéseket, amit a felmenőim nem éltek át, és kvázi lejárom a karmát, vagy feloldom a karmát, így is tudom mondani. És mivel folyamatosan használom a karmikus forrás emlék tisztítást, és a meditációt is, illetve a karmajogának a lépései szerint élek, ismerem a karma törvényi dinamikáját, így nem nehéz megkeresnem ezeknek a nehéz érzéseknek a gyökerét, amik bennem keletkeznek ilyen, egy-egy ilyen helyzetben. És találkoztam most az utóbbi napokban egy olyan csalafinta hozzám való közeledéssel, amikor érezhetően az energia mezőben az volt jelen, hogy nem hozzám akar közeledni, hanem csak le akar uralni engem valaki. Tehát az lenne a fő célja, hogy ő uralkodjon. És egyébként ez nem csak ennél a személynél, hanem többnél is előfordult. Így hát volt lehetőségem arra, hogy mélyebben utána nézzek ezeknek a dolgoknak, és hát meg is találtam a forrást. A forrás az valamelyik olyan női felmenőm volt, akit én egyébként egyáltalán nem ismertem, de nagyon-nagyon sokat bántalmazták őt, és konkrétan az volt a megélésem, hogy addig verték, amíg hát amíg az utolsót ki nem lehelte, és
Én is ott voltam ebben a helyzetben, én is ott voltam ebben a szituációban, láthattam így kívülről ezt az eseményt, tehát újra élhettem, és úgy tudtam kiszabadulni ebből a helyzetből, hogy annak a férfinak, aki ott ezt megcselekedte, az annak én megbocsájtottam. Ugyanis ez a férfi, aki ezt csinálta az egyik felmenőmmel, ezt mind a tudattalanomból információként húztam elő, láthattam, átérezhettem az összes nehéz érzést, ami ott jelen volt, és ez a férfi, aki ezt megcselekedte, ennek se egyáltalán nem volt bűntudata, sőt, ő úgy érezte, hogy ez a normál. Ez a normál minőség. Ezt nem tudom, hogy mikor lehetett. Jó pár száz évvel ezelőtt abban biztos vagyok, a ruhák, amiket viseltek az emberek, abból gondolom, hogy ez így volt. És azért jutottam el ide, mert a jelen életemben nekem is pont ugyanez volt a megélésem, hogy valaki addig-addig járt körém, és addig-addig csűrte, csavarta a helyzetet, míg ő került felülre, és a végén úgy érezte, hogy abszolút neki van igaza. Ebből az érzésből kiindulva jutottam el a gyökér okhoz, és találtam meg, és tudtam feloldani, és egyetlen egy feloldás volt, mégpedig az, hogy én teljes megbocsátást végezzek el ott azzal a személlyel, aki ezt egy női felmenőmmel csinálta. Hogyha én átlag tudatszinten maradok, és nem figyelem az eseményeket ezzel az új tudatos minőséggel, akkor azt veszem észre, hogy gonosz emberek vannak körülöttem, ami hát valójában lehet, hogy így van, de valójában azt jelenti, hogy a tudattalanságuk miatt olyanokat cselekednek, amikről nem tudják, hogy azoknak lesznek következményei. Viszont bennem, az én sejtjeimben vannak olyan információk, vagy voltak olyan információk, amikre olyan emberek tudtak csak csatlakozni, akik mondjuk ezt az energiamezőt szintén ismerték, és ugyanúgy, mint ahogy a korábbi eseményben, nagy felmenőmnél, ugyanúgy, csak most a 21. század eszközeivel, de meg tudta csinálni, vagy meg akarta csinálni velem ugyanazt a helyzetet, mint amit ott akkor megcsináltak az egyik felmenőmmel. Tehát, hogyha még egyszer, ha maradok ezen az átlagos tudatszinten, és csak azt látom, ami most itt a jelenben van, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy én hibáztatom azt, vagy azokat az embereket, akik ilyen közeledéssel szeretnének hozzám jönni. De én magas tudatosságon vagyok, ismerem a karma jóga technikáit, ezért meg tudom keresni, hogy én miért vonzottam be ilyen embereket az életembe. És meg is kerestem, megtaláltam, feloldottam. Így hát itt most a fizikaiségom, egyetlen egy dolgom van, mégpedig az, hogy a megbocsátás kérés mentén feloldjam a kettőnk között lévő nehézséget, és szabadon engedjem távozni a másik illetőt. Ugyanis, hogyha ezt nem csinálom meg, maradok átlag tudatszinten, akkor viszem tovább ezt a nehézséget a sejtjeimben is. Újra és újra meg fog történni, hogy azt fogjuk érezni mi nők ebben a családban, hogy valaki becsap bennünk, vagy valaki folyamatosan becsapnak bennünk. És ennek egy módja van, a folyamatos öntisztítás, illetve az a fajta tudatosság, hogy távol tartja magát az ember olyanoktól, akik negatív energiát hordoznak. Ez nagyon-nagyon fontos. Aki azzal foglalkozik, hogy tisztítsa az energiamezőjét, az nagyon gyorsan rá fog látni arra, hogy ki milyen szándékkal közelít hozzá. Na most ugye itt vannak a lapok, amiket erre a helyzetre kaptunk, és az első, itt középen látszik, hogy itt van egy fal. Ez a fal, ez azt jelenti számomra, hogy nem jó az irány, amerre szerettem volna menni. Ugye az első reakciója mindenkinek az, hogy egy hűvös elzárkózással megítéli a másikat, és azt mondja, hogy lehetnek ilyen emberek, és hogy ő ezt meg ezt csinálta. Én nem ezt a fajta minőséget választom, hanem ezt a kórházi ágyat, és feltöltöm magam új hát erővel, mégpedig úgy, hogy elmegyek a tudattalanomba,
megkeresem a gyökér problémát, és ebből az állapotból, ami megkötöz, amikor nehézségeim vannak, amikor azt érzem, hogy valakiről le kellene választanom magam, mert rosszat csinál, ebből szépen pozitív irányba fordítom a karmikus forrásemlék tisztítás segítségével a saját rezgésemet, tehát emelek a saját rezgésemet. A hálalapot pontosan emiatt kaptuk, ugyanis amikor befejeződik ez a folyamat, és új rezgés szintre kerülünk, a technikák által eloldottuk magunkat a nehézségektől, akkor meg tud bennünk jelenni a hála. Ugyanis minden egyes karmikus forrásemlék tisztítással újabb és újabb pozitív energia töltődik be, hiszen negatívot ki tudunk engedni, helyette pozitív tud bejönni. Tehát visszanyerjük az erőnket, a stabilitásunkat, az örömünket, a boldogságunkat, akkor miért haragudnánk? Jött valaki, aki segített nekünk abban, hogy megtaláljuk a problémának a gyökerét, a bennünk lévő tudattalan nehéz érzéseket ki tudjuk engedni. Ez már csak a hála és a köszönet az, ami ilyenkor meg szokott bennem jelenni, és ahogy ez az arc is mutatja, hogy ebben egyáltalán nincsen semmiféle neheztelés, semmiféle rossz érzés, egyszerűen egy ilyen szelíd minőséggel viszonyul ahhoz, vagy azokhoz az emberekhez, akik ezt csinálták. Természetesen nem fogok hozzájuk közelíteni, ugyanis az ő rezgésük attól még nem változott, hogy én följebb emeltem a rezgésemet azáltal, hogy kiengedtem a nehéz érzéseket. Tehát ők továbbra is abban a karmikus körben fognak maradni, ahol ilyen minőségben kívánnak kapcsolódni másokhoz, de nincs is szükség arra, hogy együtt menjünk olyan emberekkel, akik nehézséget okoznak nekünk. Mindig inkább keressük azokat, akik pozitív töltéssel vannak irántunk, akik szeretettel vannak irántunk. Azok, akik negatívul, azok azért jönnek, mert karmikus kapcsolatok, és a karmikus kapcsolatokért meg tudunk tanulni hálásnak lenni, mert általuk emelkedik a rezgésünk. Tehát, hogyha valaki így sikerül felfogni az életet, akkor egy nagyon-nagyon magas hála rezgésbe tud emelkedni, és tényleg a folyamatos megbocsátás kérés állapotában van, ami ide fog elvezetni egy ilyen szelíd, megértő, belátó és békés élet felé tud elvinni. Ugye itt a unikornis lapok közül kaptuk ezt a 38-as az Uriel arkangyalt, aki ugye azt mondja nekünk, hogy légy a béke nagykövete, igen, aki sokkal távolabbról látja a saját életét, mint sem a jelenlegi földi fizikai síkban megjelent minősége, hanem tudja, hogy van lelke, van szelleme, és van teste is, és hogy sokkal kevesebbet tudunk arról, amik vagyunk, mint amik tényleg valójában vagyunk, és amit hordozunk, annak nagyon nagy lehetőség adatik meg azzal, hogy emelkedjen folyamatába, és tisztítsa azokat a sejt információit, amik megkötik, leragasztják, és nem a szeretet felé viszik el. Ha ez sikerül, akkor ugye nem csak a hála, hanem a béke is meg fog jelenni, és ez azt jelenti, hogy ezekhez az emberekhez sem a neheztelés, vagy a rossz érzés köt, hanem pontosan, hogy a béke és a megbocsátás kérés által egyfajta könnyű energiamező. És ugye az utolsó lap, amit kaptunk, ez a végítélet lapja, ez a boldogság, ez az öröm, hiszen azt jelenti, hogy a lelkünk felszabadult egy olyan nehéz teher alól, amiről nem is tudtunk, hogy ott van, de sejt szinten hordoztuk az információt, és sikerült egy sokkal magasabb rezgésbe kerülni, láthatni, hogy mi történt, hogy történt, és tényleg azt tudom mondani, most még visszakanyarodva az alap élményhez, hogy ott nekem volt választási lehetőségem, amikor láttam ezt a férfit, aki megcselekedte azt, amiről beszéltem, akkor nekem ott volt választási lehetőségem, az, hogy haragudjak rá,
vagy a megbocsátás által egyszerűen eloldjam magam tőle, és láttam azzal, hogy mivel én gyengébb voltam ott a helyzetben, és a felmenőm is, akiben végül is történt ez a helyzet, ő is sokkal gyengébb volt ennél a férfinál, de azzal, hogy megbocsátottunk, azzal, hogy fölengedtük minden nehéz neheztelést, és szeretet mentén gondoltunk rá, úgy én láttam magamat, hogy elsétálok mellette, és ő ott marad a mocskával, és ez ennél nagyobb felszabadulás nincsen. Ezt látni a tudattalamba, átélni, hogy szabad vagyok, nem köt hozzá semmi negatív érzés, menj, csináld csak az életed, ahogy neked jól esik, én szabad vagyok tőled, meg az őseim is szabadok ettől. Engedélyt kaptam arra, hogy egy felmenőm által megélt sérülést én feloldjak, itt most a jelenben, és ez egy olyan erős stabilitást, békét tud hozni, ami ugyanúgy, mint ahogy itt a végítélet lapja mutatja, hogy így, amikor a halottak kiszállnak a sírból, a boldogságot jelenti, és azt, hogy felszabadul a lélek. Úgyhogy összességében én csak arra szeretnélek bennetek bíztatni, hogy továbbra is ne elégedjetek meg azzal, amit láttok, hallotok, éreztek, hiszen a gondolataitok mögött sokkal-sokkal több információ van, mint arra azt gondolnátok. Csak az lehet, hogy még a tudatosságotok nem olyan tág, vagy nem olyan informált, hogy hát tudjátok ezeket az információkat, vagy ismerjétek azt a technikát, amivel el lehet ezeknek a gyökeréhez menni, és fel lehet úgy oldani, hogy soha többet ne térjenek vissza. De továbbra is azt tudom mondani, hogy én ennél csodálatosabb technikát nem ismerek, ami nem csak generációkon, de életeken át ívelő változást tud hozni az ember életében. Szívből ajánlom, hogy ismerjétek meg ezt a technikát. Egyrészt várlak bennetek egyéni konzultációra is, másrészt pedig szeptember 23, 24, 25-én lesz Tudatosság Tudománya 1-es workshop, ahol minden információt átadok arra vonatkozóan, hogy te is tud használni ezeket a csodálatos technikákat, és el tud érni azoknak a gondolataidnak, érzéseidnek a gyökerét, ami tudattalanul ott van benned. Nagyon örülök, hogy meghallgattatok, és szívből örülök, már többen írtatok nekem pozitív visszajelzéseket a videókkal kapcsolatban. Nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm szépen, a többiektől is várom a visszajelzést, hogy mit ad nektek ezek a videók, mi az, ami segít nektek abban, amikor meghallgatjátok, mit éreztek. Ezeknek mind-mind nagyon-nagyon örülnék, és nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha kapnék tőletek visszajelzést. És jó munkát kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Minden jót nektek! Sziasztok!